Változás a SZÍP kártyánál, augusztustól hideg élelmiszert is vásárolhatunk. Fejlesztések a Győri kapuban, 29 új parkoló készül. A kínálat bőséges a piacon, sok a friss zöldség és gyümölcs. Jó estét kívánok! Önök a Miskolc Mát, a Miskolc Televízió híradóját látják, már is jönnek a részletek. Változnak a SZÍP kártya felhasználásának feltételei, augusztus 1-től december 31-ig hideg élelmiszerre is fel lehet használni a kártyán szereplő összeget. A SZÍP kártya keretét 200 ezer forinttal megemelték, így az eddigi 450 ezer forintos maximum 650 ezerre emelkedik. Szopko Tibor, a város turizmusért felelős alpolgármestere a kormányzati döntés kapcsán úgy nyilatkozott, a Fidesz-KDNP az elhibázott gazdaság politikáját többek között a miskolci turisztikai szolgáltatókkal akarja megfizettetni. Igazából itt látszik, hogy a július az nagyon jó, szuper, az augusztus is, viszont már augusztus végétől elkezdenek csökkenni a létszámok, és akkor az őszi napoktól pedig még jobban, amikor eljön az iskola kezdés. Tele a foglalási naptár a Miskolctapolcai székely kúriában. A nyári hónapokban csak nem 90%-os kihasználtsággal működnek. A 16 szobából egy áll csak üresen, amikor ott jártunk. Itt nem tapasztaltak visszamondást a SZÍP kártya hamarosan megváltozó felhasználási feltételei miatt. Látható, hogy sok SZÍP kártyás előreutalás volt az utolsó pillanatokban is, illetve azt látjuk még, hogy a nyárra jók a foglalások, viszont utána már egy kicsit lejjebb estek ezek. Mennyire jellemző egyébként a SZÍP kártyás foglalás? Gyakori. Hazai vendégeknél 50%-ot mondanék. Strandolni indulnak a Kalimbra Hotel vendégei. Itt az idei nyáron visszaesést tapasztaltak tavalyhoz képest. Idén 70%-os kihasználtsággal számolnak. A szálló vendégek fele SZÍP kártyával fizet, ebben is csökkenést tapasztaltak. A bejelentés után ezt megéreztük, tehát naponta, ugye bejelentés után időszakban naponta olyan 10 éjszaka lemondás érkezett átlagban. Mostani időszakra már ez egy kicsit stabilizálódott, tehát most már szerencsére inkább a foglalások érkeznek, kevésbé a lemondások. Már megterítettek a reggelihez a Baráthegyi Panzió ebédlőjében. Hétköznapokon 60%-os a szobák terítettsége, a hétvégéken pedig teltházzal üzemelnek a nyáron. A panziót működtető szimbiózis alapítványnál nem tartanak a foglalások visszaesésétől. Úgy vélik, akár előnyükre is fordíthatják a változásokat. Számunkra nagyon fontos, hogy itt a panzió bejáratánál van egy mini üzlet, van egy nagy üveges hűtőszekrény, ahol a sajtjainkat, a lekvárokat, amit itt a majorságban is állítanak elő a fogyatékos megváltozott munkaképességű kollégák, ezeket itt meg lehet vásárolni. Van is rá érdeklődés, de nagyon reméljük azt, hogy a SZÍP kártyával ez a forgalom meg fog majd növekedni. Szopko Tibor, a város turizmusért felelős alpolgármestere úgy véli, Miskolc turizmusára káros hatást gyakorol a SZÍP kártya felhasználási feltételeinek megváltoztatása. A Fidesz-KDNP gyakorlatilag az elhibázott gazdaságpolitikáját azt a miskolci turisztikai szolgáltatókkal is akarja megfizettetni, hiszen korábban ugye tipikusan szállásra költöttünk, nagyon sokat a SZÍP kártya felhasználások tekintetében, most meg már hideg élelmet is tudunk vásárolni. Ez tényleg arról szól, hogy az inflációs hatást gyakorlatilag a turisztikai szolgáltatókkal fizetetik meg. Ezt mi nem tartjuk normálisnak, és kifejezetten károsnak tartjuk a szektorra nézve. A városvezetés a miskolci turisztikai szolgáltatókkal egyeztetve úgy látja, a többségnek problémát okoz az intézkedés. A politikus jobb megoldásnak tartotta volna, ha a szezont követően szeptembertől vezetik be a változást. Hamarosan új parkolóhelyekkel gazdagodik a Győri kapu. A Vászonfehérítő utca, Aba és Tököli utca közötti szakaszán 29 autó számára nyílik parkolási lehetőség. A tervek szerint jövőre újabb 10 parkolóhelyet adnak majd át. A beruházást Simon Gábor képviselői alapjából finanszírozta, az első ütemre mintegy 8 millió forintot fordítottak. A parkolókat környezetbarát módon alakították ki, egyetlen fát sem vágtak ki.
de mint látszik, a lakosság rögtön birtokolva. Az autósok már elfoglalták az új parkolóhelyeket Navászonfehérítő utca Abba és Tököli utca közötti szakaszán. Simon Gábor, a választókerület önkormányzati képviselője, és Durda Péter, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési és műszaki osztályának vezetője szerdán tartott bejárást a területen. Megállapították, hogy ezen a szakaszon a legnagyobb probléma a parkolók hiánya, mert az autók száma évek óta jelentősen emelkedik. Ezért vált szükségessé új parkolóhelyek kialakítása. Itt például úgy próbálunk megvalósítani 39 darab új parkolóhelyet, hogy ezáltal az utat is felszabadítsuk, plusz ugye bővüljön a parkolási kapacitás. Ennek a kivitelezési munkálatai elkezdődtek. Szerdán még javában dolgoztak. A parkolóhelyeket környezetbarát módon igyekeztek kialakítani. Ez azt jelenti, hogy egyetlen fát sem kellett kivágni, csupán csak azokat az ágakat nyesték le, amelyek zavaróak lehettek volna a parkolás során. A tervezővel úgy terveztük meg a parkoló építését, a parkoló bővítéseket, hogy egy darab fa kivágására se kerüljön sor, nyilván a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve. Simon Gábor és Durda Péter hozzátette, hogy ezek gyeprácsos parkolók, amik a csapadékvizet el tudják vezetni, és kiemelt szegélyköveket raknak le melléjük. A munka első szakaszában 29 parkoló készül el, a következő évben pedig további 10 helyet szeretnének még kialakítani. Simon Gábor képviselői alapjából finanszírozta a beruházást. Az első ütemre mintegy 8 millió forintot fordítottak. Itt a nyár sokan vásárolnak a búzatéri piacon. A legtöbben a friss húsokat, gyümölcsöket és zöldségeket keresik. Az árak azonban változóak. Az eladók szerint van olyan termék, ami jóval drágább lett az inflációnak köszönhetően. Akad azonban olyan vásárló is, akit ez nem tántorít el, minden reggel a piacon indítja a napját. Csak nem 1500 forintba kerül egy kiló őszi barack ennél az árusnál a búzatéri piacon. A vásárlók szerint az árak nem olcsók, de az áruk többsége hazai és friss. Az eladók szerint a minőséget meg kell fizetni. A miskolciak a közkedvelt bevásárló helyett leginkább szezonális zöldségekért, gyümölcsökért és friss húsokért keresik fel nap, mint nap. Krajcár Dezsőné 45 éve árusít a búzatéri piacon. A standon az édes paprikától kezdve, a fürtös paradicsomon át mindenféle zöldség megtalálható. A legtöbben mégis a friss gyümölcsök miatt érkeznek hozzá. Hétvégére zöldségfélét, ha főzéshez kerül a sor. A gyümölcsöt azt nagyon szeretik, meg nagyon finom barackunk van, a görögdinnyénk nagyon finom. Az eladó hozzátette, az évek során látványosan megváltoztak az árak. Van, ami jóval drágább lett. A minőségre, vagyis hogy minél frissebb és szebb legyen az áru, arra mindig nagy gondot fordít. Jóval drágább minden, sajnos. Nem egyszerű dolog ez nekünk sem, hogy mi is veszük, ugye, akkor a vevőknek sem. Hát ugye sajnáljuk is, de hát nem tudunk mit kezdeni, mert mi is ugyanolyan drágán kapjuk. De legalább igyekszünk olyant hozni, hogy az legalább jó legyen, ha már fizetnek érte. Fóliával csomagolja be az eladónő a dinnyét. Jelenleg ez az egyik legnépszerűbb gyümölcs a piacon. Átlagosan 500 forintba kerül kilója, ebbe az acskóba pedig barack kerül, amelynek fajtái szintén közkedveltek a vásárlók körében. Van, ahol 1 kg 750 forint, de olyan is van, ahol csak nem 1300 forintot kérnek érte. Gellért László szerdán málnáért érkezett. Ő már törzsvásárlónak számít a búzatéri piacon. Veszünk ki drága málnát, paradicsomot, paprikát, burgonyát, barackot, igen, meg szilvát. Úgy, őzi barackot is, meg sárga barackot is veszünk. Mindenleg itt vagyunk. Mindenleg a piacon vagyunk. És miért a piacon szeretnek a legjobban vásárolni? Ennek van egy vonzása, egy olyan ereje van ennek a piacnak. Unokájával várakozik a piacon ez a nő. Ők az egyik szomszéd településről jönnek rendszeresen vásárolni ide. Sokkal jobb, mint egy nagy áruházban. Meg eleve, hogy tudjuk, hogy általában azért magyar termék, meg ki kell írni, hogy honnan származik a termék, és itt biztonsággal el is hiszi az ember, hogy ez valóban magyar termék, és sokkal jobb érzés. Az eladók a friss gyümölcsök mellett zöldségekkel is várják a vásárlókat, utóbbiaknak az ára szintén változó. Van, ahol például 1 kg paprika 600 forint, máshol pedig akár 200 forinttal is többért kínálják.
Síp utcai otthonában köszöntötte a 90 éves Mucer Józsefet születésnapja alkalmából Borkuti László, a Velünk a Város frakció önkormányzati képviselője, valamint Szomorné Takács Tünde, a polgármesteri hivatal lakosságszolgálati főosztályának csoportvezetője. Józsi bácsinak virágot, egy üveg italt, Verespál polgármester üdvözletét és egy Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával ellátott emléklapot adtak át. Az ünnepelt 1933-ban Verpeléten született, két lánya, négy unokája és négy dédunokája van. A szépkorú karbantartóként dolgozott a Miskolci Egyetem hűközpontjában, onnan ment nyugdíjba, most feleségével tölti mindennapjait Helyő Csabai lakásában, mert látása már meggyengült és mozgásában is korlátozott. Szúnyogírtás lesz az Országos Központi Szúnyoggyérítési Program részeként Miskolcon is. A földi kémiai védekezést július 17-én hétfőn és július 18-án kedden a napnyugta utáni időszakban végzik majd el. Az alkalmazott készítményt olyan koncentrációban használják, ami kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, a száradó ruhákat a kezelés napján takarják le, vagy gyűjtsék össze és vigyék be. A szúnyogírtás idején és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani. Magyarországon a szúnyoggyérítés a csípő szúnyogok fejlődéséhez igazodik, minden évben jellemzően áprilisban indul, a kezelésekre pedig legkésőbb szeptember 30-áig van lehetőség. Segítséget kérnek a Miskolci Állatsegítő Alapítvány munkatársai, a Sajó-szigeti úti telephelyükön egyre kevesebb az élelem az állatoknak. A tápadomány mellett még számos dologra van szüksége a menhelynek, többek között fertőtlenítő szereket, takarókat és játékokat is várnak. Száraz tápot öntenek ebbe a fémtába, két kiskutya fog osztozni az eleségem. Ők is ahhoz a 11 ezer állathoz tartoznak, akiket 17 év alatt befogadott a Miskolci Állatsegítő Alapítvány. Most azonban a menhelynek is segítségre van szüksége. Üresen állnak a raklapok a Miskolci Állatsegítő Alapítvány előtt. A menhely egyre kevesebb segítséget kap, alig tudnak elegendő élelmet biztosítani az állatoknak. A segítők sem tudnak főzni, mert a hőségben megromlik az étel. Így leginkább tápra van szükségük. Jelenleg csak nem 200 kutya van a telepen, és várja, hogy amíg nem érkezik szerető gazdi, legalább tápadományt kapjanak a mindennapokra. Egy napi etetésre körülbelül egy olyan 8-10 zsák tápot használunk, egy 10-15 kilós zsákot. Úgyhogy azért ez elég tetemes mennyiség is, elég nagy adag fogy. Van olyan állatunk, aki különleges tápot eszik, különböző beteg állatok, akiknek olyan tápot kell adnunk, ami nyilván sokkal, de sokkal drágább, mint egy általános táp. Úgyhogy azt próbáljuk először is azt próbáltuk nekik megvenni. Az élelem mellett azonban még számos adományra van szüksége az alapítványnak és az állatoknak. Ilyenek többet között a játékok és a plüss állatok is, amelyekkel a menhelyen a kutyák és a cicák rendszeresen tudnak játszani. Nagyon nagy szükségünk van különböző dolgokra, például takarókra, rossz ruhanemükre, amit az orvosi szobában szoktunk használni. Akár egy ilyen kötött pulcsi is nagyon nagy célt szolgál, amikor a beteg állatok alá tesszük, mert nem a kemény földön fekszenek, hanem puha dolgokon. Az állatok alatt lévő takarókat pedig folyamatosan cserélni kell, így gyorsan fogynak, mint ahogyan a fertőtlenítőszerek is, amelyek szinte már hiánycikknek számítanak a telepen. A Miskolci Állatsegítő Alapítványnál éjjel-nappal várják az adományokat, amelyeket a telep előtt elhelyezett raklapokon bárki oda tud rakni. Hidegfront érkezik északnyugati széllel, többfelé záporokkal, zivatarokkal. Részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. További szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra!